amikor a magyar társadalom rájön, hogy nem kell tovább félnie attól, hogy a falnak szorítják, mert ugye ez a félelem azért valóban jogos volt az elmúlt évtizedekben, és azért nem kell félnie, mert már benne van a falban. Tehát megtörtént, és aki már benne van a falban, azt szerencsére nem tudják a falnak szorítani. Tehát ezekkel a felszabadító élményekkel kell, hogy átélje a magyar társadalom, hogy nincs tovább. Ha az állam tulajdona a nemzet vagyona, akkor ezt úgy kell felfogni, hogy mind a 10 millió magyarnak egy 10 milliomod része van ebben a vagyonban, és ennek az ellenértékének az államháztartásban kellene lenni azért, hogy a 10 millió magyarnak a jobbítását és a jobb életét szolgálja. Mai áron akkoriban legfeljebb 12 milliárd dollár volt az az összeg, amit többlet erőforrásként bevontunk a 70-es években. Mégis mai áron fizettünk ezért a 12 milliárd dollárért csak kamatként 170 milliárd dollárt, az adósságunk pedig 100 milliárd dollárral több, ami azt jelenti, hogy ezért a 12 milliárd dollárért eddig 270 milliárd dollárt fizettünk ki. Az Európai Uniótól felvett hitelt körülíró kölcsönszerződésnek van egy melléklete, és az elérhetőség kedvéért említem, hogy a hármas számú melléklet 11. pontjában szerepel egy olyan nyilatkozat, Draskovics igazságügyi miniszter aláírásával, amely gyakorlatilag az ország meglévő összes nemzeti vagyonba tartozó vagyontárgyát elzálogosítja. Átadtuk Magyarország pénzpiacát. Átadtuk a magyar emberek és vállalatok finanszírozásának a lehetőségét és jogát. Átadtuk az ország pénzkészlete feletti rendelkezést. Átadtuk a tőke irányításának a lehetőségét. Egy olyan szervezeti körnek, amelyik tetszés szerint alakítja az ország adósságállományát. Ha saját magát eladósítja, akkor azt mondja, hogy az ország adósodott el. És ezzel a politikát az orránál fogva vezeti olyan célra, amit ő szeretne elérni. Az érthetetlen, hogy az elmúlt 20 évben, hogy megszabadulván a külföld a külhoni elnyomóktól, hogy engedhette meg ez a nép, hogy olyan vezetők kerüljenek hatalomra, akik a népüket cserbehagyva kiszolgáltották a globális tőkének, a globális hatalomnak. A nemzet felszámolása és az ország gazdasági bekebelezése a cél olyan hatalmak részéről, akik számunkra egyelőre talán megfoghatatlanok, nem látjuk át pontosan, hogy kik állnak mögötte. Vissza kell szerezzük a multinacionális tőke helyi rezidenseitől az államunkat, a közösségek államát. Nemzeti vezetőkre van szükség, nemesekre, magyar nemesekre van szükség. Olyan emberekre, akik hazájukért, nemzetükért áldozatot képesek hozni, lemondani akár a vagyonukról, és úgy, ahogy eleinte tették, akár az életükről, ha a nemzet azt megkívánja. Ki kell törnünk minden, bármi történik, és bármilyen áron, ki kell törnünk a hazugságnak és a félelemnek ebből a megbénítő mozzanatából. Ez a legelső. Nem többségi döntés, hogy eladjuk a földet, vagy a vízrendszert, annak működtetését, a gáz, stb. Nem többségi kérdés. Nem népszuverenitás kérdése. Ezt mi csak gondozásba kaptuk magunk, és mások javára az igazság érvényesítésére az egész világból. Tehát maximum 2 éven belül eldől, hogy a választások utáni új kormány a régi, megbukóban révő rendszer utolsó kormánya lesz, vagy a reményeink szerint felépülő új rendszer első kormányává válik. Van az embernek a saját kicsi háza, van az embernek a épített háza, mind a kettő a földanyától való, az én kicsi házam is, Isten akaratából is ő lelkesítette ezt a kicsi házat. A földanyámból való ház, amit építettem magamnak, amikor összeházasodtam. A földanyától való ez a hatalmas nagy ház is, amelyik a házak sokaságát foglalja össze, a kétféle ház sokaságát foglalja össze. És a ház az mindig nőtermészetű. Minden bent, ami gondolkodásunkban nőtermészetű.
ez a ház Boldogasszonynak, az öle Boldogasszonynak a csodálatos ölelése, hiszen a mi Boldogasszony tiszteletünk az példátlan és páratlan ugyancsak a európai környezetünkben. És e fölött a ház fölött, a Kárpát hazaháza fölött, e fölött a tető, a mennyezet, a Szent Korona. A nemzethez való tartozás egy elismertséget jelent kívülről, hogy ez a közösség, ez a magyar nemzet a maga rendjét, a maga törvényeit azt maga szabhatja, maga határozza meg, és más ebbe nem szólhat bele. A maga határai és a maga uralmi területe között. Azok a határok, amelyek között ez a politikai értelemben szabad és elismert nemzet él, azok az ország határai. Az országon belül a szó régi töve szerint a nemzet az úr. A nemzet az egy a történelmen átívelő lelki közösség, egy összetartozás, amely szakrális tartalmakat is hordoz, amely több annál, mint egy egyszerű tömeg, amely közös kultúrát jelent, amely közös nyelvet jelent, amely közös történelmet jelent, amely egy közvetlen folytonosságot jelent a generációk között. A Kárpát-medence az a világ szívcsakrája, szívközpontja. A Kárpát-medence egy olyan stratégiai terület, nem csak Európában, az egész világon, ahol az emberi lét fennmaradásához szükséges alapvető elemek bőségesen megtalálhatók. És a Kárpát-medence édesvízben és termőföldben talán a világ leggazdagabb területe. Ennek következtében nem véletlen, hogy évszázadok óta háború folyik Magyarország ellen. Nem csak a nemzet felszámolása területén, hanem az ország területének a megszerzése, a gazdasági potencia megszerzése érdekében. Az emberiség őstörténete a magyarság története. Itt csak a magyar szóval kell csinyán bánni, mert nem régi elnevezés, nem túl régi. Csak egy példát mondok, hogy minden székely magyar, de nem minden magyar székely. Minden palóc magyar, de nem minden magyar palóc, és így tovább. Tehát itt csak arról van szó, hogy a megyeri urakról, a magyari uralkodó rétegről, mert a honfoglalás is csak egy nagy csapatáthelyezés volt, arról neveztetett el a Kárpát-medence lakossága, mikor az avar uralkodó réteg volt itt, akkor ez Avaria volt. Mikor hun uralkodó réteg, akkor Hungária, azaz nagy Hunnia, de volt Hunország, de volt Hunnia is, az kis Hunország. Volt a Lajtán túl is egy Hunnia, meg a Kaukázus alatt is egy Hunnia. Tehát tisztább azt mondani, hogy az ős nép, ős nyelv, ős műveltség. Ez az ős hagyomány Nimródhoz vezeti vissza a kezdetet, a úgynevezett szkita népek eredetéhez, ugyanis a mi népünk, és ezt támasztja alá nem csak a hagyomány, hanem a történetkutatás is, a szkita népek örököse, etnikailag is, kulturálisan is, és küldetésileg is. Ezeknek a népeknek volt egy óriási feladatuk, amelyet egyébként az Ószövetségbe is olvashatjuk. Ez a feladat az igazság, az igazságosság képviselete a világban, kiállás az igazságosságért, az igazság rendjének védelme és helyreállítása. És ennek a történelemnek az utolsó szakasza az, amelyet Árpád és István általi államalapítások, vagy államalapítás betetőz. Én úgy gondolom, hogy a keresztény értékrendűség, a mi őshagyományunknak a beteljesítője, kiteljesítője, nincs szakadás. Tulajdonképpen az egyik megértési alapja a mi történelmünknek, hogy hogy védjük az igazságot, hogy tudunk helytállni magyarként ebbe a világba, másrészt pedig, hogy próbálják javainkat és lelkünket megtörni, elrabolni.